Folytassuk is az emelőgépkezelő tételeket a 11. BT tellel. Ismertesse a teherkötözésre vonatkozó szabályokat, mely esetekben nem szabad a tehert megemelni. Beszéljen a teher kísérésének szabályairól. Mi a teendője, ha nem ismeri az emelendő teher tömegét? Kulcsszavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. Teherrögzítési pontok kialakításai, teher súlypontjának meghatározása, Teherrögzítésének, megkötözésének szabályai, próbaemelés szükségessége, teheremelési tilalmak, tömeg meghatározásának módja. Nézzük is a teherrögzítési pontok kialakítását. A teher szerszám szállítására, megfogására szolgáló emelési pontok, ezeket úgy kell elhelyezni, hogy a teher mindvégig egyensúlyba legyen, Megfelelő kialakításuk révén a megfogó szerkezet segítségével biztonságosan lehet elvégezni a kíván műveleteket. A teherrögzítési, emelési pontokat gyárilag helyezik el a szerkezeten. Természetesen megfelelő pontok kialakítására utólag is van lehetőségünk. Ezeket hegesztéssel, csavarozással rögzíthetik a mozgandó, illetve a mozgatandó teherhez. A szeredési műveleteknél minden esetben be kell tartani a gyártó utasításait. Az emelő szemek lehetnek fix, vagy elforgatható kivitelőek. Tehát itt van hegezhető, csavarozó, vagy elfogad, elforgatható. És akkor nézzük is meg a teher súlypontjának meghatározását. A tárgy súlyának mérésével lehet, a tárgy befoglaló méretének és falsúlyának ismeretében számítással, illetve kísérő dokumentáción feltüntetett érték leolvasásával emelőgép ügyintéző megkérdezésével, a teher rögzítésének megközözésének szabályait nézzük át gyorsan. Csak megfelelő rögzített terhet szabad megemelni. A terhet pántolással, fóliázással rögzíthetjük a raklaphoz. A terhet lejtőn lefelé való mozgatás esetén mindig hátra visszük, tehát targoncával, hogyha megyünk lefelé egy lejtőn, akkor ezt tolatva tesszük meg, úgy megyünk le. A terhet minden esetben úgy vesszük fel a villára, hogy az lehetőleg közelebb legyen a villa tövéhez, és az oszlopot teljesen hátrafelé döntjük meg. Ez egyébként a targoncás tételeimben szerepelt is, ott részletesebben áttárgyaltam ezt a tételt. Szükség esetén rögzítjük, vagy rögzíthetjük és a terhet az emelő villára pántolással. Egyes adapterek alkalmazásakor használhatunk függesztő, kötöző eszkötöket. Lánc, acélsagyony, kötél. Ilyen adapter például a derogémek, melyeket a villa helyére szerehetjük fel. Próba emelés szükségessége. A terhek tömegközéppontját nem minden esetben lehet szemrevételezés alapján egyértelműen meghatározni. Ilyenkor a kötözést követően próba, próba emelést hajtunk végre. A próbáemeléskor a tömeg óvatosan, ugye a tömeget meg kell emelni 10 cm magasságra. A képen szemléltetem is, tehát 10 cm magassága emeljük meg próbáemelésnél. Amennyiben megbillen valamelyre, valamelyik irányba, akkor újra kell kötözni és meg kell ismételni a próba emelést. És akkor nézzük is meg a teheremelési tilalmakat nem emelhető meg emelőgépe olyan terhet, amely, amelyen személy tartózkodik. Tehát, hogyha ide valaki ráállna, akkor azt nem emelhetjük meg. Kivéve akkor, hogyha emelőkosaras az emelő, tehát direkt erre a célra gyártották. Ólós emelő. Mindjárt mutatok róla egy képet az ólós emelőről, na azt például személy emelésre tervezték. Láthatjuk ezt az ólós emelőt. Na, ezzel szabad szemét emelni. De egyébként hogy ráállunk raklapra, és csak simán úgy megemeljük, azt nem szabad. Nem szabad megemélni azt a terhetse, hogyha ugye a, nem a tömég, tömeg középpontjába tesszük a köteget. Mivel úgy elbillenhet. Vagy nem szabad megemelni azt a terhet, amely nem tartja meg a saját tömegét, vagy amely leerősített teher, tehát oda van csavarozva a padlózathoz, vagy amely lefagyott, tehát jeges, tehát ide lenne jegesedve, akkor sem szabad megemelni. Nem szabad megemelni azt sem, amely beépített, kivéve ha az emelőgépet erre a célra tervezték és gyártották, amely más módon ő, rögzítetlen tárgyak is vannak rajta, tehát mondjuk ezzel lenne egy, mit tudom én, óló, vagy szike, akkor nem szabadna megemelni, hiszen mi fölmemeljük megyük ezt magasra, tehát hogy az a szika véletlenül szike, ami rögzítetlenül van, az véletlenül lepottyan, akkor veszélyes lehet az emberkénkra nézve is, aki itt van a képen. Tilos továbbra megemelni azt a tárgyat is, aminek neki támasztottak valamit, tehát vagy seprűt, vagy valaki neki támaszkodik. Tilos felemelni azt a terhet, amely a teherfelvő eszközt rongálja. Illetve azt is tilos megemelni, amely tömege meghaladja az emelőgép, illetőleg a teherfelvő eszköz teherbírásán. Vagy a kötél teherbírásán, mivel akkor elszakad és lezutjan a teher. És nagyjából szerintem ez a 11. B-tétel ennyi is lett volna. Részletesebben egyébként, ha kíváncsiak vagytok, rá között megtalálhatjátok ezt a tételt. Úgyhogy el is köszönnék, mert itt végeztem ezzel a tétellel, úgyhogy sziasztok, további jó tanulást!